benne a tilos rádió, és benne a szokolébjesztő. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő című műsor a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon. Az én nevem pedig Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, mivel hogy megszokott módon felvételről jelentkezünk, ezért adástelefonszámot se hívjon senki. Ugyanakkor azért mégiscsak kölcsönhatásban állunk a hallgatósággal nagy szerencsénkre, ezért aztán kapunk mindenféle üzenetet minden formában, és ennek keretében történt, hogy a múltkori adásunk Facebook ajánlója alá érkezett egy komment, és ez a komment magától L. Laki Lászlótól érkezett, aki lényegében megteremtette egy új műfajt. Bizonyára a hallgatók is találkoztak már azzal a jelenséggel, hogy léteznek, és egyébként ki is próbálhatók Budapesten is, függőleges szélcsatornák, amik hát nem annyira a súlytalanság, mint inkább a repülőgépből való ejtőernyős kiugráláshoz hasonló élményeket biztosítanak. Én magam is kipróbáltam egyszer egy ilyet, eléggé poénos. Ugyanakkor persze vannak, akik ezt óriási magas szinten űzik, ahogy az ejtőernyősök is, akik kiugrálnak és mindenféle formációban hajtanak végre mutatványokat. Ugyanúgy vannak olyanok, és hát L. Laki László egy ilyen csoportot alapított, ami ezt a széltáncot műveli, és mint kiderült, ennek is van köze a Virgin Galactichoz, a múltkori témánkhoz, ugye, tehát mindig kiderül, hogy vannak mindennek magyar vonatkozásai, miért pont a Virgin Galacticnak ne lennének. Ugye két héttel ezelőtti adásunkban azt tárgyaltuk, hogy Sir Richard Bransonnak a cége az hogyan juttatta el őt magát, és még öt másik embert a világűr határa fölé, egy ilyen magán űrugrás keretén belül. És akkor Laki László viszont elmesélte nekünk, hogy hogyan is lettek ők is ezzel a csapattal bevonva a Virginnek a dolgaiba, ami egyébként még arra is egy nagyon érdekes utalást tartalmaz, amiket majd találni fogunk tőle, pedig egy megerősítést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Bezos-féle repülés az valóban hozzájárult ahhoz, hogy előrébb hozzák ezt a Branson-féle űrrepülést, hogy megelőzzék a Jeff Bezos-féle Blue Origin űrrepülését, amit azóta egyébként július 20-án szintén sikerrel végrehajtottak. De hát ez is a csapból is folyt, meg már múltkor is beszéltünk róla, hogy erről nem akarok beszélni, de hallgassuk meg, mit mondott nekünk Laki László. Sziasztok! Úgy kezdődik, hogy én foglalkozom egy ilyen nagyon fura dolgokkal a szélszínházzal, ami tulajdonképpen egy ilyen új művészeti ág, ami a szélben való tánc. És ugye van a társulat, ami erre alapítottam, akkor van egy finn széltáncosa, és amikor az Under Armour megtervezte a Virginnek az űrruhát, amivel most látjuk őket repülni, akkor a Virgin ügynöksége megtalálta ezt a egyébként világbajnok társulati tagomat, és hogy csináljunk magára az űrruháról egy ilyen reklámfilmet. És akkor tulajdonképpen készült a táncosom számára egy ugyanolyan űrruha, amit most a Branson láthattunk, vagy a társaim. És akkor New Yorkban egy szélcsatornában fel lett véve egy reklámfilm tulajdonképpen, amiben bemutatták a Bransonék ezt az űrruhát. Hadd kérdezem meg, hogy ez egy függőleges, vagy egy vízszintes szélcsatornában kell ezt elképzelni? Ez egy függőleges szélcsatorna, ami egy szélcsatorna sport tulajdonképpen, és abból alakult ki, alakítottuk ki ezt a művészeti ágat. És akkor ott volt ez a show, felett véve, ugye ment a reklámfilmje, mindenféle csatornákon, és akkor most próbálunk egyébként még egyéb dolgokat is velük csinálni, hát még egyelőre kevesebb sikerrel, mint több, remélhetőleg előbb-utóbb összejön. Illetve hát azt látjuk mi is, hogy ez a nagy vetélkedés, ami most történt a két nagy milliárdosok vagy milliárdosok között, az így tényleg nagyon előre lett hozva ez a repülés. És onnan tudom, hogy ilyen nagy só sem lett hozzá kanyarítva.
Szóval úgy volt, hogy lesz én a show, de aztán gyorsan ez lett egy ilyen valami kis közepes méretű koncert, egybe kötött hirtelen, pop-up, valami. És mi arra számítunk egyébként, hogy amikor a kosztümörök meg fogják venni az első, mert megjelenek az első kosztümör repülések, akkor lesz egy show, amiben remélhetőleg benne lesz, mert már nagyon régen dolgozunk, hogy legyen. Ez egyik. A másik, amikor hallgattam az adást, és sokszor beszéltetek erről, hogy erre a nagy versengésről, ami történik az űrben most így a civil űrrepülésben, két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy miért is nagyon nagy megtiszteltetés nekem például a Virginnek dolgozhattunk. Az azért, mert a világ első olyan cégének dolgoztuk, aki igazából civileket visz az űrbe. És ez, ami most, amit a Virgin csinált, és ezt senki más nem csinálta meg. Ez egy óriási paradigmaváltás. Az én véleményem szerint most kezdődik az űrkorszak. Az űrkorszak akkor kezdődik, amikor egy civil átlag állampolgár bemegy egy jegyirodába, és vásárol magának egy űrhajó jegyet. Onnantól kezdődik az űrkorszak. Addig a katonák meg a tudósok érzi a játékszer. Addig kísérletezünk. És amikor vehetünk rá szórakoztatóipari jegyet, mert hát Branson az, hogy abból építkezett, ő egy entertainmentet csinált az űrhajózásból, akkor én, mint civil, azt mondom, hogy nekem elkezdődött az űrkorszak. Így van. Hát 2000 dollár egy jegy. 250 dollár egy jegy. Budapesten lehet ennyi, egy embernek ennyi egy lakása. Igen. Lehet választani. Szóval mindenki ott a lehetőség, megmondja a lehetőség, hogy igen. Ha ráhajt, legyen annyi pénze, akkor adja el a lakást, az autót, ha nem tudom, ha tényleg akar repülni. Uh-huh. De ott van a lehetőség. Most kezdődött az űrkorszak. Na hát nagyon köszönöm. Hát ez baromi érdekes, és tök jó, és nagyon örülök, hogy itt ezt be tudjuk valamennyire mutatni így rajtad keresztül a Szokolébresztőben, hogy még ebben is van magyar érdekeltség. És hát remélem, hogy akkor előbb-utóbb tényleg elkövetkezik az a nagy show, amiről volt szó, amit említettél, hogy majd jön. Igen. Hát nyilvánvaló, hogy előre hozták a dolgot, persze a Jeff Bezos miatt. Egyébként én is úgy gondolom, hogy még hónapokat kellett volna várni, hogyha a Virgin a saját tempójában csinálta volna a dolgokat. De hát ugye a hiúság az nagy úr, de hát valóban én is azt gondolom, hogy ezzel igazából jól járunk, mert így hamarabb szélesre tárul a világűrbe vezető kapu nagyobb tömegek előtt. Hát nagyon köszönöm, és akkor hát remélem, hogy majd később is beszámoltathatunk a fejleményekről. Ugye szeptembertől már leszek stúdióban is, tehát akkor már majd akár telefonálós üzemmódban is működni fogunk. Oké, rendben, köszönöm. Hát én köszönöm. Hogy egy kicsit a tudományosabb részével az űrkutatásnak is, vagyis az űrtevékenységnek a tudományos részével az űrkutatással is valamelyest tudjunk foglalkozni, ezért inkább azt a hírt csippentettem ki az elmúlt két hétnek az eseményeiből, hogy a Science magazinban, tehát a világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában három tanulmányt is megjelentetett. Egyik kedvenc Mars szondáknak, a kicsi Mars Insight nevű leszálló egységnek a kutatócsoportja. Három nagyon fontos tanulmány, úgy gondolom, és mind a három azzal kapcsolatos, ahogy ez ugye nem túl meglepő, hiszen az űrszonda ezt vizsgálja, hogy mit tanultunk a Mars belső szerkezetéről. Most a Mars Insight az ugye nem a sztár űrszondák egyike, hiszen amikor arra gondolunk, hogy mi minden történik a Marson, akkor ugye a Curiosity, meg a Perseverance, meg hát a Perseverance-hez való a kis Ingenuity helikopter jut eszünk be elsősorban, meg most már ugye itt van a kínaiaknak a nagyon látványos űrszondája, amiről már hamarosan szintén érkezni fognak tudományos értékű eredmények, mármint olyanok, amiket közzétesznek, és akkor persze majd ezekről is lehet beszélgetni. De azért 1998, vagyis bocsánat, 2018 novembere óta ott dolgozik rendíthetetlenül a Marson, a Mars Insight, ami nem egy ekkora szupersztár, például azért, mert ő egy helyhez kötött űrszonda, tehát ez egy pici háromlábú űrszonda, a NASA Discovery űrszonda sorozatának az egyik tagja. Ugye a Discovery program az arról nevezetes, hogy kicsi, relatíve alacsony költségvetésű és egyszerű, célzottan egy-két tudományos
probléma megoldását célzó űrszondákat indítanak ebben a sorozatban, és ezek egyike lett a Mars Insight is, ami egyébként, ugye ez már csak egy ilyen kis személyes szál, hogy az rakétafüst kollégánknak a nevét is elvitte a Marsra, hiszen ez volt az egyike azon űrszondáknak, amit a NASA most már ugye rendszeresen csinál, amelyek földlakók neveit vitték fel, icipici elektron nyalábbal egy szilícium lapkába bevésett karakterek formájában, ami persze ott marad a Marson az idők végezetéig. Na, és hát ugye egy milliós nagyságrendű embernek a neve került rá ilyen módon a Mars Insight-ra, de hát nem ez volt a fő feladata. A fő feladata az kettős volt. Egyrészt, és még mindig az, ugye most pont meghosszabbították a küldetését egy marsi évvel, ami ugye nagyjából két földi év. Ez nagy dolog egyébként. Annál inkább nagy dolog, mert az űrszonda csak mérsékelten váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert ugye kettő fő feladata lett volna. Az egyik az, hogy egy iszonyatosan nagy pontosságú szeizmométert helyezzen ki a Marsra, és ezzel tárja föl a Mars rengéseket, és hát ez sikerrel is járt. Ugye pontosan ennek a szeizmométernek az eredményei jelentek most meg a Science magazinban, nagyon érdekesek, és ezekről lesz hamarosan szó. A másik fő műszer volt viszont a hőáramlás mérő berendezés, amit egy ilyen tulajdonképpen egy ürge módjára önmagát beásó berendezés, egy fúró jutott volna be tulajdonképpen a Mars felszíne alá néhány méterrel, azzal a kifejezett céllal, hogy mérje, hogy ott mennyi a hőmérséklet, és hogy ez a hőmérséklet hogyan változik. Illetve, hogy ezek a hőmérséklet változások hogyan hasonlíthatók össze, mennyiben járnak együtt időben például a szeizométer által detektált földrengésekkel, pontosabban marsrengésekkel. Na most ennek a hőáramlás mérő rendszernek a bejuttatása az nem sikerült, tehát a kis kütyű az nem tudta magát elég mélyre beásni. Ugye ez egy probléma, emiatt tulajdonképpen annak ellenére, hogy hát igazából ez egy annyira fontos kísérlet lett volna ez a hőáramlás, hogy konkrétan amiatt halasztották már korábban két évvel az űrszonda startját, mert nem volt minden rendben ezzel a hőáramlás kísérlettel, amit egyébként franciákkal és németekkel együttműködésben fejlesztettek ki, de hát az volt a helyzet, hogy hát sajnos mondták, hogy hát nem garantálható a program sikere, úgyhogy inkább halasztották a startot annak idején két évvel, aztán megtörtént a start, megtörtént a sikeres Marsra szállás 2018 végén, de sajnos a hőáramlás próba, vagyis szonda nem tudta magát elég mélyre beásni azóta se, mindenféle kreatív módszerekkel próbálkoztak, ugye az űrszondán levő meglehetősen korlátozott lehetőségekkel, ugye a földi irányító központból, tehát például a robotkarral, azzal a mintavevő kis kanállal, amivel szintén el van látva az űrszonda, aminek elsődlegesen az volt a feladata éppen, hogy a szeizmométert meg a hőáramlás mérőt kitelepítse. Hát azzal próbálták így úgy paskolni, meg birizgálni jobbról-balról, hogy hát ha sikerül kicsit kimozdítani ezt a mechanizmust, hogy mélyebbre tudjon mászni, de nem sikerült, úgyhogy végül néhány hónappal ezelőtt hivatalosan is feladták a próbálkozást. Viszont a szeizmométer az annyira sikeresnek bizonyult, hogy mint mondtam, a nagy hiba ellenére, hogy ez a fájó hiba ellenére, hogy a hőáramlás mérések miatt az űrszonda tudományos programjának körülbelül a feléről le kellett mondani, de ennek ellenére a szeizmométer az annyira sikeresnek bizonyult, meg a többi kisebb műszer, meteorológiai műszer, csomag, kamera, stb. Tehát azért van azért ezen az űrszondán egy-két más tudsz is. Szóval ezek olyan jól muzsikáltak, hogy a NASA úgy döntött, hogy két évvel meghosszabbítja a küldetést. Úgyhogy most már éppen elkezdődik a kiterjesztett küldetés, és hát ennek a megindoklásához persze szükség volt arra, hogy lássák, hogy hát itt jól működik ez a cucc, mármint a szeizmométer része, és valóban nagyon jól működik, tehát a leszállás óta egyébként több mint 700 földrengést detektáltak, mióta leszálltak a Marsra, ami egyébként nem olyan sok, de majd hamarosan meghalljuk, hogy is kell ezt értelmezni. Ugyanis abban a lehetőségben volt részünk, hogy egy internetes Q&A, vagyis kérdés-válasz session
ben, aminebre egyébként bárki becsatlakozhatott, tehát ezt a YouTube-on adták élőbe, lehetőségünk volt nekünk is, vagyis nekem kérdéseket föltenni a Insight űrszonda fő vezető kutatóinak. Ennek megfelelően kaptunk válaszokat is, és nem csak a mi kérdésünkre, hanem úgy eleve nagyon érdekes dolgokat mondtak, úgyhogy ezért aztán úgy döntöttem, hogy néhány érdekesebb részletet kiragadva ezeket most meghallgathatjuk az én szinkron tolmácsolásomban a projekt vezető kutatóitól. A Jet Propulsion Laboratory-nak a vezetőben dolgozó vezető kutatója a dél-kaliforniai Pasadena-ban Mark Penning, aki a projektnek a főfőnöke, ugye ő az egyik nyilatkozónk, és itt van még Sabine Stanley, aki a Johns Hopkins University-n dolgozik, és elsősorban éppen a Mars belső szerkezetének a feltárása, a Mars magjának a működésének a megértése a célja. És a harmadik szakértő, akit lehetett kérdezni, az Amir Khan volt, aki az ETH Eidgenössische Technische Hochschule, vagyis a Zürichi Műegyetemnek a kutatója volt, aki szintén ugye részese ennek a szeizmométeres csapatnak. És arról kérdeztük őket, tehát kérdezhettük őket, hogy miket tanultunk ebből a több mint 700 detektált marsrengésből. És hát előjáróban csak annyit, hogy itt a fő eredmény az, hogy annak köszönhetően, amiket ez a rendkívül érzékeny szeizmométer mért, ami még olyan pici elmozdulások detektálására is képes a Marson, mint egy atomnak a mérete, tehát őrület, hogy mennyire érzékeny dologról van szó. Szóval, hogy ezzel a szerkezettel felvett rengés adatok arra következtettek, hogy a Mars belső szerkezete az kicsit másmilyen, mint amilyennek elképzelték. Egyrészt ugye a bolygóknak, ezeknek a kőzett bolygóknak nagyjából úgy néz ki a felépítése, hogy van belőle egy mag, azt veszi körül egy köpeny, és a legkülső szilárd réteg, a kőzett réteg az a kéreg. Na most volt a mindenféle vadbecslés arról, hogy a Mars esetében például a kéregnek mekkora a vastagsága. Hát a legtöbb modell azt mondta, hogy nagyjából az olyan 100 kilométeres, ami sokkal vastagabb, mint a Föld kéreg, mert összehasonlításként a Föld kéregnek a vastagsága az helyről helyre változik, de hát nagyjából 5 és 70 kilométer között szór. Na most ehhez képest a modellek azt mondták, hogy mivel a Mars az egy kisebb bolygó, ezért valószínűleg vastagabb a kérge, és 100 kilométeres vastagságot jósoltak a modellek. Most a szeizmométer eredményei azok akkor konzisztensek az ilyen Mars belső rétegek modelljével, hogyha azt feltételezik, hogy 36-72 kilométer vastag, átlagosan mintegy 40 kilométer vastag a Marsnak a kérge. Ugye ez nagyon érdekes. Annál is inkább, mert egyébként ugye, mint tudjuk, a Marson vannak a naprendszernek a legnagyobb vulkánjai is, tehát hogy például a 25 kilométer magasságig marsi képzeletbeli tengerszint fölött 25 kilométer magasságig felnyúló Olympus Mons például. Ott van. Ugye ezt el kell bírnia egy kéregnek, de a Mars kérge az úgy tűnik, hogy 40 kilométer vastag átlagosan. Ami viszont még ennél is érdekesebb, hogy bár a Mars kérge tehát vékonyabb, mint hitték, viszont a Mars magjának az átmérője az meg nagyobb. Mint egy 1840 kilométeres átmérőjű, ami a bolygó méretéhez képest, ami fele akkora, mint a Föld, úgy nagyjából, még különösen nagy, ez sokkal nagyobb, mint hitték. És ugye ez azért is nagyon érdekes, mert a Marsnak ugye tudjuk, hogy, és ezt is egyébként az Insight adataiból tudjuk, ez a magja, ez nincsen teljesen megfagyva, tehát folyadék az állapotban van. A Hold esetében, ahol az Apollo űrhajósok végeztek szeizmométeres vizsgálatokat, ott azt tanultuk, hogy ott teljesen meg van fagyva a Holdnak a belseje. És ezért aztán ott ugye nagyon sokáig lehet például holdrengéseket mérni, mert ugye nem csillapodnak le a lengések, hiszen nincsen egy csillapító, fékező hatással bíró folyadék a belsejében a Holdnak. Erről néhány adással ezelőtt volt is egyébként szó. Na most viszont a Föld belsejében meg jól tudjuk, hogy egy olvadt fémes mag van, és éppen ebben az olvadt fémes magban keltett áramok, hogy az ionizált olvadt anyag áramlik körbe-körbe, ez kelti a Földnek a mágneses terét.
Ami nekünk nagyon jó, hogy van a Földnek egy globális mágneses tere. Ugye ez nem lenne lehetséges, hogyha a Föld belseje nem lenne meleg, és a magja nem lenne olvat. Na most a Mars nagyon úgy tűnik, hogy valahol félúton van a Föld és a Hold között ebből a szempontból, mert olvadt a magja, ezt mutatják az InSight eredmények, viszont jól tudjuk, hogy a Marsnak már nincsen globális mágnesessége. Na most hogyan lehet ez az egész? Valahogy nem álltak össze a dolgok egészen eddig, amíg most az InSight kutatócsoportja meg nem magyarázta, úgymond, a szeizmométeres adatok tükrében. Tehát ezért hívták most össze ezt a média eseményt, meg ezért jelent meg a három cikkük a Science-ben, és akkor először is tehát Mark Penninget, a vezető kutatót kérdeztük arról, hogy ő szerinte mi volt itt a legfontosabb ebben a kutatásban, mi volt a legnagyobb eredmény, és a legmeglepőbb az ő számára. Nos, számomra a leginkább lenyűgöző az volt, hogy mennyi mindent tudtunk csinálni, mennyi következtetést tudtunk lemondani a egészen kicsi rengésekből, hiszen a legnagyobb rengések, amiket detektáltunk, azok kevesebb, mint Richter skála szerinti 4-es erősségűek voltak, amiket hát itt Kaliforniában, ahol én lakom, talán észre se vennénk, de az, hogy itt a Marson olyan pici rezgéseket ki tudtunk mutatni, amik a Földön nem lehetnének detektálhatók, holott 1000 kilométeres, 1000 mérföldes távolságokra voltak, az persze egy óriási előrelépés. Ez egyébként amiatt van, mert a Földön óriási nagy a háttér, zaj, elsősorban az óceánok miatt, amiket még akkor is hallanánk és érzékelnénk, hogyha mondjuk Szibériában mérnénk, tök messze az óceántól. De Marson persze egyébként lehetséges ilyeneket mérni, hiszen ott nincsenek óceánok. Tehát a Marson ez a háttérzaj, ez két nagyságrenddel halkabb, úgymond, mint bárhol a Földön, és emiatt aztán nagyon precíz méréseket tudunk végezni ebben a frekvenciatartományban. Ezt követően a Zürichi ETH-n dolgozó Amir Khan, az egyik szeizmométeres csapatnak az egyik vezető fejlesztője is összefoglalta azt, hogy szerinte itt most mit lehetett megtanulni a Mars magjának méretére vonatkozóan, és hogy ebből mi következik tulajdonképpen a bolygó történetére vonatkozóan. Nos, a bolygónak a magja az tulajdonképpen valóban egy bolygónak a szíve, hiszen onnan tudunk következtetni arra, hogy hogyan alakult ki a bolygó, az, hogy hogyan és mikor és milyen módon alakult ki a Mars. A Mars a kialakulásakor a nap körüli porfelhőből sűrűsödött össze és melegedett föl, és akkor azt követő néhány millió évben történt az, hogy szétvált a bolygónak az a három rétege, ami tulajdonképpen a mag, meg a köpeny és a kéreg. És az a kérdés, hogy hogyan alakulhatott ki egy ennyire nagy méretű vas nikkel mag. Mert hogy azt tapasztaltuk, hogy ennek a magnak nagyon nagy a mérete, sokkal nagyobb, mint amit vártak, és ebből viszont az következik, hogy sokkal kisebb a sűrűsége, ami azt jelenti, hogy nem lehet egyedül vasból és nikkelből, hanem könnyebb elemeket is tartalmaznia kell, például ként, szenet, oxigént, hidrogént, mert másképp nem lehet, hogy egy ilyen vasmag ilyen alacsony sűrűségű legyen. És ebből azt következik, hogy a Mars valószínűleg akkor keletkezett, amikor még a napot körülvevő tartomány tartalmazta ezeket a könnyebb elemeket, amiből ki lehet következtetni, hogy mikor történt mindez. Mert egyszerűen, hogyha később keletkezett volna a Mars, akkor nem lehetne ugyanabból az anyagból, mint amiből van. És így is, ugye sokkal több benne a könnyebb elem, mint a Földnél,
él, mert messzebb van a naptól. A naprendszer kialakulásakor a könnyű elemek kezdetben voltak csak belül, és aztán később azok kijebb kerültek, egyszerűen azért, mert könnyebbek. És akkor hogyan lehet ez, hogy a Marsnak mégsem fagyott meg teljesen a magja, mint például a Holdé? Hát azért, mert ott vannak benne ezek a könnyebb elemek, és ezek a könnyebb elemek lejjebb vitték a Mars maganyagának a fagyáspontját, mint hogy például a víznek a fagyáspontját is lejjebb viszi, hogyha adunk hozzá sót, és ebből meg azt tudjuk kikövetkeztetni, hogy igen, a Marsnak valóban olvadtabb a magja, annak ellenére, hogy nincs mágneses tere már a Marsnak, tehát nem működik a belsejében a dinamó, de mégis a Mars magja egyrészt nagyobb, másrészt könnyebb és folyékonyabb, mint például amit vártak. És hát ez mind rendkívül érdekes, nagyon sok újdonságot jelent mindez, és mindezt az InSight szeizmométer adataiból lehetett kikövetkeztetni. Sabine Stanley-t a Johns Hopkins Egyetemről, geológust, viszont arról kérdeztük, vagyis kérdezte az internet népe, hogy mi a helyzet a marsi lemeztektonikával, hogyan működik, és úgy egyáltalán mitől vannak a Marson rengések. A Mars nagyjából fele akkora, mint a Föld, és nagyon különbözőek emiatt a bolygók. A külső szilárd réteg, amit litoszférának hívunk, az a Földnél elég vékony, és darabokból áll ezek a lemezek, amelyek egymáshoz képest mozognak. Ez a lemeztektonika. És ezeknek a lemezeknek a mozgása csinálja a földrengések nagy részét. Például az Egyesült Államok nyugati részén, ott van a Szent András törésvonal, ami két rétegnek, egymással szemben mozgó rétegnek a mozgása. Meg ott vannak aztán a szubdukciós zónák, amikor az egyik réteg a másik alá lehajlik, és például óceáni medencék partjainál, és ez rengeteg rengést csinál. Viszont a Marsnak milyen kisebb, vastagabb a kérge, és emiatt aztán nem töredezett fel ilyen lemezekre. Nincsenek lemezek a Marson. Egyetlen egy lemez az egész Mars felszín. És ezért nem is várjuk, hogy olyan gyakoriak és olyan nagyok legyenek a Mars rengések, mint a Földi rengések. Nos, az általunk megfigyelt rengéseknek a nagy része az a Cerberus Fossé nevű területről érkezik a Marson, amiről egyébként korábban is gondoltuk, hogy szeizmológiailag aktív lehet, mert ott sokféle repedés figyelhető meg, és ráadásul azért is gondoltuk, hogy ez egy érdekes célterület lesz, mert a Mars körül keringő űrszondák felvételein lehet látni leguruló köveknek a friss nyomait, ami azt jelenti, hogy valami miatt azokon a legurultak, és ezt pedig gondoltuk, hogy a földrengések miatt lehet, és ráadásul felmerült, hogy még némi vulkáni aktivitás is van ott. Na most a másik olyan terület, amiről viszont azt vártuk, hogy mindenképpen egy szeizmikus aktivitás forrása lehet, az a Tarsis régió, ahol a naprendszer legnagyobb kialudt vulkánjai vannak, és most érdekes módon onnan egyáltalán nem találtunk semmit. Ami elsőre talán furcsának hangozhat, de aztán kiderült, hogy végül is ez teljes mértékben érthető, hiszen ez az úgynevezett árnyék zónában van, egy olyan területen, ahonnan érkező hullámok az űrszonda helyén nem mutatható ki, mert a kéreg belsejében pont olyan irányban térülnek el a lökéshullámok, hogy ez az űrszondához nem juthat el. Persze ezt nem tudhattuk előre, mert ez éppen abból következik, hogy a mag akkora, amekkora, amit csak most tanultunk meg az InSight méréseinek köszönhetően. Szóval a Mars InSight folytatja a tudományos tevékenységet, újabb két évre, vagyis egy marsi évre kiterjesztették a programot, és a szeizmométer az azért is nagyon hasznos, hogy ott van, mert ez alatt az egy év alatt ugye tesz még egy kört a cucca Mars körül,
és hát akkor már azt elmondható, hogy a leszállás óta lényegében több mint 2 marsi évet végigmér az űrszonda, és ez már elég lehet ahhoz, hogy meg lehessen állapítani majd, hogy vannak esetleg évszakos változások valamilyen módon a szeizmométerek adataiban, vagyis a marsrengésekben, és ez különösen érdekes, hogy azt mondták egyébként a kutatók még, azt most nem vágtam be, hogy arra számítottak, hogy becsapódásos eredetű rengésből sokat fognak észlelni, ugye ez volt az egyik kérdésem, amit én is fel akartam tenni, hogy van-e olyan, hogy becsapodik a Marsba egy meteoritikus test, és akkor ezt érzékeli ez az űrszonda, ami ugye ezzel a marha érzékeny szeizmométerrel fel van szerelve, de úgy tűnik, hogy ilyet nem nagyon sikerült eddig látni, ami egyébként különösen érdekes, és még fölvetődött az a kérdés, hogy esetleg mit lehetne tanulni a Mars belső szerkezetéről abból, hogyha célzott robbantások, vagy célzott űrszonda becsapódtatások eredményeként hoznák rengésbe a Marsot. Hát azzal, hogy kiterjesztették ezt a küldetést, meg az is lehet, hogy erre is lesz lehetőség, hogy megnézni, hogy milyen rengést kelt valami olyasmi, amiről pontosan tudjuk, hogy mikor és hol következik be például egy használt űrszondának a becsapódása a Marsba, ami elképzelhető, hogy ebben a 2 éves időszakban meg fog történni. Úgyhogy itt még nagyon sok érdekesség van, és persze továbbra is elég érdekes, hogy hát a Tarsis régió rezgéseiről nem tudhatunk semmit, mert éppen ebben az árnyékzónában van. Még egyszer, ez nem egy tervezési hiba, hanem egyszerűen az abból következik, hogy ahol az űrszonda leszállt, az olyan helyen van, hogy mivel a Mars magja akkora, amekkora, emiatt úgy térülnek el a hullámok a Mars belsejében, hogy nem jutnak el az űrszondához. Ez nem arról van tehát szó, hogy rossz helyre tették a leszállóhelyet, mert egyszerűen nem lehetett tudni, hogy milyen a Mars belseje, úgyhogy ez éppen a most ismertetett adatokból következik. De hát ennek ellenére az a Marsnak tényleg az egyik legérdekesebb régiója a Tarsis, ahol még az sem kizárt, hogy ezek a vulkánok, ezek csak szundíznak, és valamennyire még aktívak lehetnek. Itt is elhangzott egyébként ebben a beszélgetésben, hogy akár még a geológiai időskála szerint egy pillanattal ezelőttinek tekinthető, akár néhány 10 000 évvel ezelőtt is lehet, hogy aktívak voltak még valamelyest ezek a vulkánok. Persze itt nem óriási vulkánkitörésekre, hanem mondjuk kigőzölgésekre kell gondolni, de ez bizony simán benne lehet a pakliban. Úgyhogy hát mindenképpen nagyon érdekes lenne további insight-szerű űrszondákat küldeni a Marsra, és persze hát végül is ezt a hőáramlást vizsgálatot is nagyon érdekes lenne megejteni valamikor. Hát sajnos most a közeljövő terveiben ilyesmi, legalábbis ami az amerikai programot illeti, nem szerepel. No, de nem csak amerikai űrprogram van a világon, ugye ne felejtsük el, hogy hamarosan új űrszondák indulnak a Marsra, például a Proton hordozó rakéta viszi föl, és az oroszok által fejlesztett Kazacsok leszálló egység szállítja majd az Európai űrügynökség ExoMars leszálló egységét, ami majd elsődlegesen életnyom keresés miatt megy a bolygóra, de jókora fúró lesz arra rászerelve, és meg az sem kizárt persze, hogy ott is lehet majd némi hőáramlás vizsgálatokat végezni. Ugye ez az űrszonda, ami már ott lenne a Marson, hogyha nem halasztják el többek közt a Covid miatt 2 évvel a startját. Így viszont ugye az a helyzet, hogy 2022-ben kerül majd sor a startjára, Bajkonurból egy Proton hordozó rakétával. Na most Bajkonurból Proton M hordozó rakétával az elmúlt 2 hétben is indult valami, meg pedig hát egy nagyon-nagyon régóta várva vár dolog, a nemzetközi űrállomás egy új modulja, a Nauka. A Nauka az oroszul azt jelenti, hogy tudomány, és ahogy a név is mutatja, ez az orosz egység részének, az orosz részének, az ISS-nek, a nemzetközi űrállomásnak az első kifejezetten tudományos célú modulja, amiből viszont az következik, hogy igen, valóban az eddigi orosz modulok nem tudományos célúak voltak elsősorban. Ugye a 2 nagy orosz modul, ami fent van, és az ISS tulajdonképpen első 3 modulja közül a 2 orosz, ugye a legelső modul, ami fölment, az a Zarya nevű modul, ami az eredeti lánykori nevén FGB, vagyis funkcionális rakodó és tároló modul tulajdonképpen, ami egyébként a
a 60-as években kifejlesztett TKS szállító űrhajók, amiket valaha emberes repülésekre terveztek, azoknak a terveiben gyökerezik, és aztán persze ebből lettek a Szaljut 6-hoz és 7-hez küldött ilyen látogató modulok, amik ember nélkül vittek mindenféle plusz felszerelést, például katonai programokhoz is egyébként, meg mindenféle tudományos vizsgálatokhoz, és aztán persze a Mir állomásnak a mellékmoduljai, tehát nem a fő moduljai, hanem az ahhoz kapcsolódó négy nagyobb modul, az is ilyesmi volt, ilyen TKS származék. Na, ez az FGB modul, ami 1998-ban ment föl, és ezzel ez lett a Nemzetközi Űrállomás első modulja, ezt kapta később a Zarya, vagyis Hajnal neve, tehát ugye ez az új korszak hajnala volt, tehát döbbenetes kimondani, hogy ez már 1998, tehát tényleg ez már baromi régen történt, amikor a Nemzetközi Űrállomás első modulja fölment, és akkor ehhez kapcsolódott az amerikai Unity dokkoló modul, és harmadik modulként a Zvezda, vagyis csillagmodul kapcsolódott hozzá, ami viszont a korábbi Szaljut űrállomások központi egységében gyökerezik, vagy a Mir űrállomás központi egységében. Konkrétan a Mir-2-nek lett volna ez a központi egysége, de aztán ugye a Szovjetunió felbomlásával változtak a tervek, és ilyen értelemben lényegében a Nemzetközi űrállomás központi egysége lett a Zvezda modul, amit azóta is tulajdonképpen az űrállomás irányító egységének használnak, a pályamódosításokhoz a Zvezdának a hajtóműveit használják, az orosz űrhajósok ott laknak, de például az egész állomás irányítását lényegében sok szempontból onnan végzik, mind a mai napig. Tehát tulajdonképpen ez egy irányító modulja a Zvezda, vagyis eredeti nevén Service Module, kiszolgáló egység, neve is mutatja, hogy tényleg ennek ez volt a fő feladata, és akkor ezt leszámítva, hát ilyen kisebb dokkoló modulok csatlakoztak az űrállomáshoz, az orosz részről, de ez egyik sem volt kifejezetten tudományos célú modul. Természetesen szép számmal zajlottak és zajlanak az orosz modulokban tudományos kísérletek, tehát nem akarom azt mondani, hogy nincs orosz tudomány az ISS-en. Abszolút van. Viszont az a helyzet, hogy hát értelemszerűen itt ez mérsékelt a nagyságrendben lehetett jelen, mert egyszerűen tudományos kísérleteknek például nagyon kevés volt a hely ezekben a két rendkívül túlzsófolt modulban, a Zarjában meg a Zvezdában. Tehát tényleg gyakorlatilag a Zarjában például olyan a helyzet, hogy gyakorlatilag ott mozdulni sem lehet per pillanat, tehát ott konkrétan, mint egy folyoson úgy kb. Végig tud úszni az ember, de hát ugye ez tele van mindenféle csetresszel jelen pillanatban, tehát ez tényleg egy tárolóhely tulajdonképpen. Tehát emiatt aztán az orosz űrprogramnak úgy kellett már egy újabb modul, mint egy falat kenyér, és hát nem is mostanra tervezték ennek a startját. Ugye a Nauka modul, vagyis hát Multipurpose Laboratory Module, MPLM, vagyis többfunkciós laboratórium egység, de ennek hát már igazából több mint 10 éve fönt kéne lennie. Arról nem is beszélve, hogy eredetileg, amikor az ISS építése elkezdődött, az emlegetett 1998-ban, akkor az oroszok még nagyon nagyszabású terveket közöltek arról, hogy miféle tudományos moduljaik lesznek. Én emlékszem, hogy a korai tervekben még szerepelt Research Module 1, 2 és 3 is, vagyis 3 tudományos kutató modul, ezek mind oda csatlakoztak volna, sőt, még az ezek kiszolgálására még lett volna még egy külön plusz árboc tetején helyet kapó marha nagy plusz napelem tábla, tehát az ISS nagy, hatalmas elefántfül focipályányi napelem táblái mellé még lett volna egy plusz orosz kiegészítő napelem tábla, kifejezetten azzal a céllal, hogy az orosz kutató moduloknak termelje az energiát. Most ezek aztán szépen kicsúsztak a tervből, évről évre egyre kevesebb lett belőlük, aztán teljesen lemaradoztak. És végül a most felmenő Nauka modul, az nem is ezek a korai tervbe szereplő research modulok valamelyike, vagyis kutató modulok valamelyike, hanem éppen a Zarjának a tartalék egysége, tehát tulajdonképpen a Zarjával, amit, mint említettem, az első egységeként az ISS-nek került pályára, egyébként megjegyzendő, hogy bár ez egy orosz modul, de a Boeing és a NASA finanszírozta tulajdonképpen, tehát a Boeing is benne volt a konzorciumban, és a NASA adta rá pénzt, tehát a Zarya az technikailag egy orosz modul, de az amerikaiak fizettek érte. Na szóval, hogy
Ennek az árjának készült egy tartalék példánya, ez egyébként a Mir űrállomás korábbi Kristall moduljára nagyon hasonlító elrendezésű egység, amely azonban, minthogy az árjával nem volt semmi gond, ezért erre a tartalék modulra ilyen módon nem volt szükség, hogy az árját ezzel helyettesítsék, viszont akkor felmerült az ötlet, hogy akkor ebből csináljanak egy kutatómodult. És akkor a korábbi, már tervekből, pénzügyi okokból kihúzott research modulok helyett megjelent ez az ötlet, hogy legyen ez a multipurpose laboratóri modul, ez az MPLM, ebből lett a NAUKA. Na most hát ennek megfelelően el is kezdték átépíteni, és telerakni mindenféle érdekes tudományos kísérlettel. Az ESA, az Európai Űrügynökség is beszállt a projektbe, akik hát éppen azt az európai robotkart szerelték rá a naukára, ami egyébként azon az árbocon lett volna rajta, ami napelemtartó árboc lett volna, amiről mondtam, hogy az orosz kutatómodulokkal együtt kikerült a programból, tehát az oroszoknak már volt egy érvényes szerződése az európaiakkal, hogy ezt az európai robotkart ezt valahogy föl kéne vinni, hát akkor adta magát az alkalom, vagy az ötlet, hogy akkor ez is kerüljön rá erre a NAUKA nevű új modulra, vagyis hát erre az MPLM modulra, ami aztán a NAUKA nevet kapta. Na most gyakorlatilag a kezdettől fogva igazából hát a bal szerencse kísérte ezt a dolgot, mert a NAUKA modul persze csúszott, ahogy ez lenni szokott, de miközben csúszott, az is eljött az a pillanat a 2010 környéke, hogy már bizonyos alkatrészeknek, amiket már beleszereltek, azoknak elkezdett lejárni a szavatossága, és akkor emiatt bizony le kellett őket cserélni. Ugyanez volt a helyzet egyébként a hajtóanyaggal, amit beletöltöttek, aminek lejárt a szavatossága, ki kellett cserélni, ami persze újabb évekbe telt, tehát emiatt tulajdonképpen egy öngerjesztő folyamatként húzódott, halasztódott ez a NAUKA start, és hát már konkrétan azt hittük, hogy már nem is fog rá sor kerülni, hiszen ugye az ISS maga az élete végéhez közeledik, az tuti, tehát már 2024 után nem valószínű, hogy bárki nagyon üzemeltetné, az amerikaiak biztos, hogy ki akarnak belőle hátrálni, de az oroszok is, és éppen az oroszok, éppen ezzel fölmerült a kérdés, hogy hát hogyha a NAUKA-t csak 2021-ben sikerül följuttatni, akkor egyáltalán érdemesen még arra az egy-két évre. Persze erre is születtek alternatív tervek. Tehát egészen konkrétan felmerült olyan terv, hogy a NAUKA-t azt akkor is meg lehetne menteni, hogyha az ISS már befejezi a működését. Egyrészt úgy, hogy akár nem is az ISS-re menjen, ez volt az egyik ötlet, hanem akkor már azzal várják ki az ISS utáni évek új, kisebb méretű, de orosz saját fejlesztésű néhány modulból álló űrállomását. Vagy, hogy menjen fel az ISS-re, de amikor az ISS befejezi a működését, akkor a NAUKA-t, meg néhány újabb orosz modult, amit meg lehet használni, tehát nem ezt az Zarját, meg az Zvezdát, amik tényleg matuzsálemek most már, ott már 21 néhány éve ott vannak fönt, hanem az újabb fejlesztésű kisebb-nagyobb orosz modulokat, azokat kapcsolják le, és kapcsolják át, vagy akár alakítsák át ezzé az új önálló orosz űrállomásra. Most ezek a tervek, ezek eléggé képlékenyek és vitatottak. Tehát jelen állás szerint az oroszok csak ugyan terveznek egy saját űrállomást létesíteni földkörüli pályán, és most éppen az elmúlt néhány mondjuk az elmúlt egy évben arról hallani, hogy ez egy magas inklinációjú pályán keringő állomás lenne, ami azt jelenti, hogy közel poláris pályán keringő űrállomás. Ugye a közel poláris pályák azok azt jelentik, hogy gyakorlatilag onnan a Földnek a teljes felületét lehet fényképezni. Igen, ezt jellemzően a katonai programokban szeretik, és igen, az ISS-en értelemszerűen a szerződések megkötik a feleket, hogy nem végezhetnek katonai tevékenységet a nemzetközi űrállomáson, de hát hogyha az orosz űrállomás az már egy önálló orosz űrállomás lesz, akkor ott persze nem lesz ilyen megkötés, és akkor persze lehet katonai program, úgyhogy lehet ez az egyik motiváció, hiszen tényleg a sarkok fölött átmenő pályáról a Föld bármely pontját lehet fényképezni, míg mondjuk egy 60 fokos inklinációjú pályáról, vagy 60 fokos pályahajlásszögű
pálya, az ugye azt jelenti, hogy csak az északi szélesség 60. fokától a déli szélesség 60. fokáig vannak olyan területek, ami fölött konkrétan elrepül az űrállomás, tehát az a fölötti régiókat nem lehet fényképezni. Most hát az oroszoknak egyébként érdekes lehet eleve a sarkvidéki régió. Ugye az is persze nyilván közre játszik az új pálya inklináció kiválasztásában, hogy az orosz űrprogramnak egy szintén egy nagy évtizedek óta húzódó politikai főtörekvése, hogy függetlenítsék magukat Bajkonurtól, ugye, mert Bajkonur a nagy űrrepülőtér, az ugye Kazahsztánban van. Ugye Kazahsztántól bérli az orosz állam lényegében Bajkonurt az indításokra, és hát ez rengeteg pénzbe kerül. Na most nyilván a bevételi oldalon egyre inkább csökken egyébként tehát egyre inkább csökken a bevétele az orosz ügynökségnek, hiszen a bérindítások azok mindenféle, például a bérindításokból kerestek rengeteg pénzt, ami azt jelenti, hogy nyugati, főleg amerikai cégeknek a műholdjait vitték föl azokban az években, amikor még nem volt annyira izmos az amerikai magánőrszektor. De egyrészt ugye ott vannak az embargók, amik megtiltják az amerikai cégeknek, hogy high-tech dolgokat Oroszországba vigyenek, és másfelől meg ott van az időközben megizmosodott amerikai magánőrszektor, ugye a SpaceX-re gondolunk elsősorban, ami teljesen versenyképes áron tudja fölbocsájtani az amerikai cégek eszközeit, ezért aztán az oroszok elesnek ezektől a bevételektől, és ráadásul ugyanez a SpaceX, meg a Boeing, ugye azt is lehetővé teszi most már, hogy a NASA maga is ezektől a cégektől vásároljon az embereik számára is helyet, tehát az ISS-re is már amerikai cégek tudják felvinni az amerikai űrhajóst, és ezzel a másik fő bevételi forrásától is elesik az orosz űrügynökség és az orosz űrprogram, ami azt jelenti, hogy hát itt bizony nagy problémák vannak. És akkor ez sok minden szempontból nehézséget okoz, és ebből az egyik szempont az, hogy hát mi van akkor a Bajkonur bérlésére sem lesz pénz. Azért a kazahok ugye nagyon jól kihasználták ezt, hogy az oroszok is rá voltak erre szorulva. Meg kell stratégiailag is azért nem árt, hogyha az embernek a saját országában van az űrközpont. Ugye nyilván a kazahsztáni starthely kijelölésekor ugye az volt a fő szempont, hogy a Szovjetuniónak az a része, ami a legközelebb van az egyenlítőhöz, ahol tehát az alacsonyabb hajlásszögű pályákat a legkisebb energiabefektetéssel lehet kelet felé indítani. Ugye az éppen Kazahsztán volt legközelebb az egyenlítőhöz, oda tették az űrközpontot, hát akkor még nem számoltak azzal, hogy a Szovjetunió nem tart örökké. Na, azért aztán az oroszok elhatározták, hogy építenek maguknak egy saját oroszországi űrrepülőteret, nem mintha nem lenne nekik kettő, tehát ott van a Pleszeck és a Kapusztyin jár, ugye, az egyik a Fekete-tenger közepében, a másik pedig északon, fönt. A Pleszecki egyébként éppen ezért, mivel északon van, ezért nyilván nem ilyen alacsony inklinációjú pályákhoz, hanem eleve ilyen poláris sarkokon átmenő zömmel katonai startokhoz használták, és használják, de most behoztak egy olyat, ami hát az Oroszországnak ott a távol keleti részén, ott Vlagyivosztok környékén, ahol úgy relatíve délre benyúlik Oroszországot Kína mellé, ugye abba a kis fülbe, ott Kamcsatkától nem is annyira messze, de ott lényegesen délebre, ott van egy ilyen szarva tulajdonképpen Oroszországnak, és akkor ott épült föl a Vosztocsnyi űrrepülőtér, ami az új nagy űrrepülőtér, ahonnan már indítanak Szojuz rakétákat, meg ahonnan majd az Angara rakétákat, az új nagy erős rakétáikat is indítani fogják, sőt a kísérletekben indították is. Szóval, onnan viszont persze bizonyos értelemben szintén előnyösebb poláris pályára küldeni a dolgokat. Tehát az oroszok terveznek egy poláris pályájú űrállomást. Na most, és akkor felmerül az ötlet, hogyha majd az ISS berekezti a működését, akkor például ezt az új Nauka modult, ezt onnan lekapcsolnák, és akkor átirányítanák egy polárisabb pályára, ami viszont iszonyatosan energiaigényes dolog, tehát a szokolébresztő hallgatói azok már bizonyára tudják, mert már többször szóba került, hogy az egyik legenergiaigényesebb pályamódosító manőver, az a pályahajlásszögöt változtató manőver, tehát az sokkal, sokkal több energiabefektetést, rakétaüzemanyagot igényel, mint például a pályamagasság megemelése vagy csökkentése. Tehát itt aztán tényleg
nem biztos, hogy annyira végig van gondolva ez a dolog, hogy például ezt a bazi nagy, ilyen nagyjából 20 tonnás Nauka modult, meg még a többi ilyen hasonló modult, azt hogyan lehetne majd egy más milyen hajlásszögű pályára állítani. Ugye, de egyébként is vitatott ez az orosz jövőbeli űrállomás ötlete. Éppen egyébként egy legendás űrhajós, aki annak idején az egyik első űrhajós volt, aki az ISS-en járt, többek közt, Szergej Krikaljov, aki attól is legendás, mert ő volt az egyik űrhajós, aki az űrben élte meg a Szovjetunió felbomlását, és mivel nem nagyon tudtak vele egy diplomáciailag mit csinálni, ezért még meg is hosszabbították szegénynek a repülését, tehát ő szovjet űrhajósként ment föl, de orosz űrhajósként jött le, és közben valami legalább még plusz fél évvel meghosszabbították a repülését annak idején a Mir űrállomáson, tehát Szergej Krikaljov több szempontból egy nemzetközileg abszolút elismert legendás űrhajós, nagyon jó fej, és mondom, hát az ott volt, amikor az ISS első két modulját összekapcsolták, az amerikai űrrepülőgép fedélzetén is, az Endeavour fedélzetén 1998-ban. Ő volt az egyik első ember, aki bement az űrállomásra azon a repülésen. Szóval az ISS egyik nagy történelmi alakja, aztán az első állandó személyzet tagja is volt az ISS-en. Na most ő az, aki konkrétan azt mondta, hogy szerinte hülyeség magas inklinációjú pályára űrállomást rakni, és kifejezetten veszélyes is az űrhajósoknak, mert ez olyan pálya, ami a sarkuk fölött átmegy, ahol ugye nagyobb sugárterhelés éri az űrhajósokat, hiszen a mágneses erővonalak ugye a sarkoknál futnak össze, és mint tudjuk, ugye a sarki fény sem viccből van, hanem a mágneses erővonalak oda irányítják tulajdonképpen a sarkvidéki régióba a sok napból bejövő töltött részecskét, és ugye éppen ez okozza például azt a gyönyörű sarki fény jelenséget. Igen ám, de hát ugye a poláris pályán repülő űrhajós az ezen a részecske áramlaton ugyanúgy átrepül, és hát természetesen ez eléggé keményen befolyásolhatja az általuk kapott sugárdózést, és Krikaljov úgy érvel, hogy tudományosan meg nem indokolható az emberek jelenléte egy ilyen pályán, főleg, hogy egészségre ártalmas következményekkel járhat. Ugye emiatt aztán most éppen a Krikaljov úgy tűnik, hogy kegyvesztett lett, ugye voltak is erről cikkek, nem is olyan rég, hogy hát a Krikaljov úgymond, hát lényegében ki lett ebrudalva ott a tanácsadó bizottságból, annak ellenére, hogy hát eddig nagyon sokat adtak a szavára. Na mindegy, szóval nagyon érdekes kérdés, hogy a most felbocsátott Naukának mi lesz a sorsa, de az a lényeg, hogy elindult a Nauka július 21-én, és hát nem ment a repülés maga sem problémamentesen, tehát ezekben a percekben, amikor vasárnap veszem föl ezt az adást, akkor még mindig nem lehet tudni, hogy a Nauka az sikeresen oda tud-e érni az ISS-hez, ugyanis már rögtön a pályára állás után, ami sikeres volt, ugye kiderült, hogy vannak bajok. Persze az orosz űrügynökség az meglehetősen szűkszavúan kommunikált, ahogy ezt szokta, de ahogy meg mi szoktuk, azért vannak azért belsős források, amelyekre hagyatkoztunk, vagy az űr iránt érdeklődő őrültek azért tudtak olvasgatni. Az egyik fő információ forrás egyébként a Katya Pavluschenko nevű űrrajongó, és egyébként lézergravírozó főállását tekintve hölgyemény, aki meglepően sok belső információt úgymond szivárogtott a Twitterén, aki egyébként valahogy kapcsolódik ez a programhoz, és ott is volt a Starton Bajkonurban, és vannak neki forrásai, akire úgy általában hivatkozik. A másik pedig hát az orosz űri információk főforrása az interneten, az ugye Anatoly Zak, aki a Russian Space Web-et üzemelteti, mindent, amit kell tudni az orosz űrkutatásról, ami mostanában zajlik, annak a leghitelesebb és legpontosabb forrása ő, nem tekintve természetesen a hivatalos forrást, ami viszont ugye eléggé sporadikus, tehát az orosz űrügynökség azért ritkán nyilatkozik meg. Úgyhogy, és ezekből a forrásokból azt lehetett tudni már néhány órával a start után, hogy vannak problémák, tehát a Naukával egyrészt nem sikerült rendesen kommunikálni, mert úgy tűnt, hogy nem teljesen jött le a telemetria, mert nem nyílt ki az antennája. Aztán végül kinyílt az antennája, és jött is telemetriai adat, sőt, még az is kiderült, hogy a dokkoló antenna, amivel neki magától hozzá kell kapcsolódni az űrállomáshoz a helyére,
Hát az is működik, viszont ami nem működik, mert nem reagált rá jól, az nem világosabban eltérnek a források, hogy ez most hardware vagy software hiba volt, de a lényeg az, hogy a pályamódosítás az nem sikerült. A pályamódosítás az szükséges, mert amikor a naukát földkörüli pályára állították, az még egy alacsonyabb földkörüli pálya, mint az ISS-é, és módszeresen úgy tervezték eleve, hogy 8 napon keresztül több pályamódosítás során emelik meg a pályáját ennek a 20 tonnás kutató modulnak annyira, hogy elérjen az ISS közelébe, és akkor ott végrehajtsa az összekapcsolódást automatikus üzemmódban. Na most ugye ez volt az a dolog, hogy ez nem nagyon működött, állítólag azért, mert a főhajtóművei nem kapcsoltak be. Szerencsére vannak neki mellékhajtóművei, amiknek nyilván kisebb a tolóereje, de lehet őket működtetni, és végül úgy tűnik, hogy ezekkel sikerült mégis pályamódosítást elérni egy-két nappal később. Ugye ez külön megnehezíti, hogy az oroszoknak nincs ilyen folyamatos kommunikációs rendszerük az űreszközeikkel, hanem csak akkor tudnak telemetriát fogadni, meg utasításokat küldeni az űreszközre, amikor orosz terület fölé ér. Ami persze Oroszország nagy, de hát azért annyira nem nagy, tehát azért általában egy több órán keresztül nincs kommunikáció ezzel a cuccal, és akkor egyszer néha van, és akkor tudnak neki adatokat fölküldeni. Na most végül úgy tűnik, hogy a tartalékrendszerrel sikerül a pályamódosításokat végrehajtani, de hát azért ne ígyunk előre a medve bőrére, mert úgy tűnik, hogy azért mégsem annyira biztosak a dolgukban, ugyanis a PIRS modul, az jelenleg egy ilyen pici modul, az jelenleg elfoglalja az ISS-en azt a dokkolót, ahova a Nauka fog érkezni, és az oroszok úgy tervezték, hogy ezt néhány nappal a Nauka érkezése előtt leválasztják, hogy a Nauka oda be tudjon kapcsolódni. És egy korábbi Progress teherűrhajóhoz kapcsolódva leválasztják ezt a kisebb modult, ami ott volt a helyén, és azt beléptetik a légkörbe, hogy majd szépen szétégjen. Na most nem, hogy ez a leválasztás nem történt meg, hanem úgy tűnik, hogy ezt folyamatosan halasztják. Először szombatra, majd vasárnapra, most már úgy tűnik, hogy hétfőre halasztották a leválasztást. Ez azt jelenti, hogy annyira még nem biztosak abban, hogy a Nauka valóban odaér az ISS-re, de hát nagyon szurkolunk, hogy hát így több mint 11 évvel azután, hogy ennek fel kellett volna mennie, most végre fölment. Tényleg egy tudományos szempontból nagyon értékes hozzájárulás lenne, tele remek kísérlettel, tényleg egy tudományos űrlaboratórium, tökre megérdemelni az orosz űrkutatás, hogy valami ilyen jó cucca legyen végre fönt. Arról nem is beszélve, hogyha ez irányíthatatlanul lepottyan ez a 20 tonnás modul, akkor bizony azzal az nem lenne egy szép dolog, hogy ez hova és kire esik le. Szóval hát szurkoljunk nagyon, és hát reméljük, hogy a napokban ez sikerrel fog járni ez a manőver, és végül hát július 29-e környékén valóban legkésőbb megérkezik az ISS-hez a Nauka. A műsoridőnk viszont ezzel lejárt, úgyhogy ez volt a mai szokolébresztő. Köszönöm szépen a figyelmet. További szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Két hét múlva jelentkezünk valami érdekessel. Addig is írjatok a sokolebresztó@gmail.com címre. Sziasztok!